Idén 23. alkalommal került megrendezésre a pétfürdői kerékpáros nagydíj. Mennyi nevezés érkezett? Most még tart egy folyamatosan a nevezés, eddig 119 előnevezés volt, és úgy nézem, hogy egy olyan 10-15, olyan 120-130 vagy 130-140 közötti indulóra számítunk. Ez a tavalyihoz képest több vagy kevesebb? Jelentős növekedés, tavaly még azért a pandémia jelen volt, kevesebb volt, tavaly 103 induló volt, úgyhogy igazából egy olyan 30%-os emelkedés a tavalyi évhez képest. Honnan érkeztek versenyzők? Az ország minden részéből, ez egy országos amatőrkupának egy fordulója, most azt mondom, hogy Szolnoktól, Egerig, Győrtől, Pécsig, az ország minden részéről vannak itt versenyzők. Milyen kategóriákban lehetett nevezni? Igazából 16 kategória van, 11 férfi, 5 női kategória, a 10 éves kortól a végtelenig 70 plusz fölötti kategória is van, úgyhogy mindenben most még ilyen pillanatban nem tudom megmondani, hogy ki a legidősebb versenyző, az biztos, hogy egy 8 éves kisfiú is jött, úgyhogy aki végig fogja tekerni, úgyhogy ő a legfiatalabb. Mekkora távot kell teljesíteniük a versenyzőknek? Ez a táv 19,1 km, Pétfürdő széléről indul, Várpalota, Ősi, Berhida, és akkor a Pétfürdő másik végén a Diófa előtt a Garassoroknál van a vége a távnak. Milyen díjazásban részesülnek a versenyzők? Kategóriánként az első 3 helyezett kupát kap, és a férfi és női abszolút első helyezett pedig egy nagyobb kupát, ők egy külön kupát kapnak. Ezen kívül bármit kapnak a versenyzők? Igazából az útvonalbiztosítás, ami lényeges, mentőkészenlétet, meg a végén azért lesz egy kis zsíros kenyér, vajas kenyérparti lilahagymával, ahogy egy ilyen versenynél illik, ásványvízzel, ilyesmivel, szóval ennyit tudunk biztosítani a versenyzőknek. Hogyan zajlik a verseny? Ez egy egyenként indításos időfutam, 10 órakor indul az első versenyző, és utána percenként indulnak. Itt ennek az a lényege, hogy mindenki a saját erejét kell, hogy kihasználja, nem lehet úgy kísérni, hogy előtte menni, nem lehet szélárnyékba menni, csak mindenkinek a saját erejére van hagyva. Most az igaz, egy kicsit fúj a szél, ez megnehezíti a versenyzők dolgát, de mivel körbe megy, úgyhogy amennyit ront, annyit segít is ez a versenyzőknek. Hogyan kezdődött ez a verseny? Miért kezdtétek el megszervezni? Hát az az igazság, hogy ezt még nem én kezdtem el, hanem az elődöm, a Horváth Ferenc kezdte el. Először mezőnyversennyel indult, egy 80 kilométeres mezőnyversennyel, de mivel a rendezési költségek és a rendezési személyzetnek akkora létszámot kívánt, hogy nem tudtuk megteremteni, ezért gondoltuk úgy, hogy egyszerűbb lesz egy időfutammal, és akkor váltottunk át, először Balaton 80 néven ment, és utána váltottunk át 2000-ben a Péti nagydíjra, amit eddig sikeresen megrendeztünk. Milyen nehézségek állhatnak a versenyzők elé? Hát itt, ahogy az elején említettem, a szél a legnagyobb nehézség. Az út az nagyjából sík, talán ami egy kicsit nehéz, az a Ősi Berhidak között az az emelkedő, meg Berhidán a Honvéd utcában a fekvő rendőrök, amik még egy kicsit nehezebb, de sajnos ezt nem tudjuk kiszedni, úgyhogy ez mindenkinek egyaránt fent áll ez a nehézség, ennyi igazából. Vannak nevezésben bármilyen megkötések, bicikli, felszerelés? Mivel ez amatőr, igazából itt bárki elindulhat, akár mountain bike-kal is, bár azzal nem érdemes, mert itt általában ilyen 25-26 percek alatt leszokták tekerni ezt a távot, úgyhogy bárki indulhat, bárki nevezhet, bárhonnan, semmilyen se átétel, semmilyen bicikli megkötés nincsen ebben.